A tervek szerint Hajdúszoboszló is bekapcsolódik a Wizz Air néhány újjáratának népszerűsítésébe. A légitársaság néhány hete jelentette be, hogy 3 új menetrend szerinti járatot indítanak Debrecenből. London és Eindhoven után október 25-től Milánóba is járnak majd a gépek, december 16-ától pedig Párizs, Brüsszel és Malmö is közvetlenül elérhető lesz a Civisvárosból heti 2 alkalommal. Az újak mellett a Wizz Air a londoni és az eindhoveni járatok számát is növelni fogja a közeljövőben. A debreceni repülőtér a Wizz Air bázis repülőtere lesz a tervek szerint. Az új járatok nem csak a Civisváros, hanem az egész régió számára komoly lehetőséget jelentenek turisztikai szempontból. Azzal, hogy Debrecenben egy nemzetközi repülőtér van, és ebben a nemzetközi repülőtér egyre nagyobb forgalmat bonyolít le, és járatnyitások vannak, ami új távlatokat jelent nekünk. Én azt gondolom, hogy a turizmusban, a beutazó turizmusban nekünk erre nagyon figyelni kell, és hát természetesen a hiteljáratok járatindítása kapcsán sok szempontot vesznek figyelembe, de akkor, amikor nekünk a beutazás nyilván, mint itt élőknek, és az itteni turizmusért dolgozóknak és az itteni szolgáltatóknak, nekünk az az elsődleges célunk, hogy ide minél többen érkezzenek, minél többen jöjjenek, ezért mi örömmel üdvözöljük az új járatnyitásokat, úgyhogy örülünk annak, hogy újra lesz Milánó, nagyon örülünk annak, hogy megindul a Skandináviában is egy olyan összeköttetés, ami reményeink szerint pontosan a termálturizmusunkat, az egészségturizmusunkat is segítheti. Egyébként tapasztalatként, hogy ez a London-Debrecen járat most már több éve van, és nagyon érdekes és nagyon jó látni azt a folyamatot, ami arról szól, hogy jönnek a vendégek. Nem csak kiutazás van, hanem már én magam is személyesen tapasztaltam, a fiatalok megjelentek, az idősebb korosztály, tehát megindult, most már úgy tűnik, nagyon sokat kell dolgozni, hiszen ez a térség, azért valljuk be, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy turisztikai szempontból kiemelt és ismert, akkor, amikor minél távolabbra megyünk, és minél ismeretlenebb küldőpiacon próbáljuk bemutatni és eladni ezt a térségünket, azért azzal szembesülni kell, hogy a turisztikai térképen nyilván rajta vagyunk, de nagyon keveset tudnak rólunk, és akkor, amikor ezek a járatok beindulnak, ezek új dimenziót jelentenek, új távlatot jelentenek, úgyhogy a turizmus szakmának mindenféleképpen fontos ezzel foglalkozni, és hát én annak híve vagyok, hogy a turisztikai szolgáltatókkal közösen kell a különböző bemutatkozásokat, a különböző ismertségnöveléseket végezni, hiszen pontosan az a cél, hogy ez a térségünk, hát itt Debrecen és környéke, Hajdúszoboszlónak nagyon nagy jelentősége van, minél jobban be tudjunk kapcsolódni a új piacokba, a új küldőpiacokba, hiszen nekünk ez egy új potenciál fog jelenteni. Az új járatokban Hajdúszoboszló is komoly lehetőséget lát, a város ezért a marketingben is részt kíván venni, erről már előzetes egyeztetések is voltak. Az új Wizz Air járatok állomásai közül 2 volt az, amelyikre a turizmus szakmán belül dolgozók azt mondták, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni. Az egyik a malmői járat, hiszen Malmö nagyon közel van a Kopenhágához, Dániának a fővárosához, gyakorlatilag egy autópálya vezet oda a tengeren keresztül, és egy Malmö ugyan egy kisebb, Dánia a fővárosa Kopenhága viszont egy jóval nagyobb település, és ott akár a kettőt együtt is lehetne értelmezni, ez egy nagyon nagy lélekszámú piac lehet számunkra, és hogy a járattal Debrecenbe el tudnak jönni erről a területről. A másik a brüsszeli járat, ezt is azt mondtuk, hogy ezzel is érdemes lenne foglalkozni, az eindhoveni járathoz hasonlóan, ahogy elkezdtünk azzal is foglalkozni. És a Debrecen és a Hajdúszoboszlói polgármester úr, illetve a polgármester asszony Debrecenben, dr. Széles Diana, és jó magam részt vettünk egy ilyen rövid kis megbeszélésen, ahol a részletekről ugyan még nem, de a körvonalakról meg tudtunk állapodni, hogy Hajdúszoboszló város is szeretne ezekben a marketing tevékenységben aktívan részt venni, tehát pénzt áldozni rá, illetve körvonalazódik most egy szeptember megtervezett olyan prezentációval a polgármesterek, illetve a turisztikai szakemberek kint ezekben az országokban, tehát Svédországban, illetve Belgiumban,
a magyar nagykövetség épületében, vagy a magyar konzul, illetve a külképviselő segítségével megszervezett helyszínen ilyen szakmai study tour-t újságíróknak, online-offline újságíróknak, utazásirodáknak tartanának ilyen prezentációkat, és gyakorlatilag ezt követné majd az effektíve marketing munka ezeken a településeken.